Több mint 700 profi és amatőr sportoló rajtolt el vasárnap délelőtt a 9. Cerbona-Fehérvár félmaratonon. A szép számú mezőnyt a város alpolgármestere Mészáros Attila indította el a Zicsi ligettől. Azt gondolom, hogy óriási élmény ez Székesfehérvár számára, hogy egy ilyen nagy versenyt is meg tudunk rendezni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyváros, ami közép-európai szinten is jelentős város, fontos, hogy legyenek ilyen programja is a mindennapok mellett. Az idei versenyen is 7, 14 és 21 kilométeres távokat lehetett teljesíteni. Az esemény célja most is a futás népszerűsítése volt. Sokat kell előtte futni, az a titka a futásnak, hogy mindig egy kicsit növelni a távokat, és akkor egyre-egyre több távot kibír az ember. Egyetlen egy titka van, minden nap csinálni kell, és akkor végtelenségig kibírja az ember. Az első férfi befutó, Gyarmati Márton a futás után úgy érezte, sikerült a legjobb formáját hozni 7 kilométeren. Egy korábbi futóversenyt ugyanígy megnyertem, és ott kaptam egy ingyenes nevezést erre a versenyre. Emellett korábban is indultam már, és nagyon tetszett a pálya és a szervezés, és úgyhogy mindenképp szeretem volna itt lenni. Másodikként a legrövidebb távon a férfiaknál Nagy Viktor ért célba, aki komoly edzésterveket követ a mindennapokban, így sikerült az egyik legjobb időeredményét elérnie ez alkalommal is. Heti szinten edzővel készülünk, ilyen heti 90-100 kilométer, benne résztávokkal tarkítva, és akkor gyakorlatilag a hétvégére, amit a verseny van, akkor kieleződünk, kikönnyítünk, és akkor úgy jövünk el versenyezni. A női 7 kilométeres mezőny legjobbja Bukovszki Tünde volt 23 perc 53 másodperces idővel. Lassan kezdődik a versenyszezon, én triatlonozom, és hát ez egy nagyon jó lehetőség volt, hogy ne a triatlon legyen az első igazi verseny, úgyhogy így kicsit a versenyzésbe visszakerülés szempontjából volt fontos. A futókör idén is a történelmi belváros legszebb pontjain vezetett át. A hosszabb távokon is láthattunk profi futókat, de a mezőny nagy részét a hobbi futók alkották, köztük nagyon sok fehérvári teljesítette a félmaraton távját is. Érdekesség volt, hogy már pénteken és szombaton is várták programok az Zicsi ligetbe látogatókat, akadálypályán és spinning kerékpárokon is bárki kipróbálhatta magát. Vasárnap, Cerbona-Fehérvár félmaratonon pedig komoly tétekért álltak rajthoz a futók, hiszen az amatőr sportversenyen az abszolút legjobbakat pénzdíjak és tárgynyeremények is várták.